Tudtad, hogy sokkal magasabb dinamikus tartományt tudsz elérni, és jobb képminőséget ezáltal, mint a gyári beállítások, mind a Sony kamerádban és más kamerákkal együtt? Egy picit trükkös ez a helyzet, és pár nagyon nehéz dologba bele kell mennünk és beállítanunk, úgyhogy mindenféleképpen nézd ezt a videót a végéig meg. Szeretnéd a legtöbbet kihozni a kamerádból, például a Sony A7-es szériákból? Yes! Make me believe it! Yes, yes, yes! Ebben a videóban meg fogom mutatni neked azokat a beállításokat, amik el vannak temetve a menürendszer komplex rendszerébe, de ma mindent felfedezünk néhány nagyon egyszerű lépéssel. Szóval ezáltal sokkal jobb minőséget, a legjobb minőséget tudod kihozni a kamerádból, még rossz fényviszonyok mellett is, jobb dinamika tartománya, jobb színekkel, és tényleg egy cinema kamera szintjét érheted el. Igyekszem minél rövidebben és informatívabban elmondani a dolgokat, nagyon praktikus és hasznos tippeket mondok el, ez főként az A7S 3, A7 4, A1-nek az S-Log 3 Picture Profile-ához illik, ahhoz használható. Mielőtt belevágunk, jöjjön az intro! Angolul ugye úgy mondod, hogy S-Log, ami annyira hasonlít szerintem arra, hogy bad boy, S-Log. Bad boys, bad boys. Na mindegy, lehet, hogy én vagyok tök hülye és az angolom is ilyen furcsa, de nem vicces. Ha nem, jó, semmi gond, legyünk komolyak. Szóval, mielőtt megmutatom a legjobb beállításokat, amiket használhatsz a dinamika tartomány maximalizálására, először beszéljük át azt, hogy mi egyáltalán a dinamika tartomány. Mert hogyha a gyári beállítást használod, akár egy-két stoppot is annyival kevesebb információt tudsz elérni. Összehasonlítás végén, hogyha PP off-on vagy, az 11,9 80-as ISO-n, míg hogyha PP 8-on vagy, az 13-as, ugye ez az S-Log profil, amiben kb. Egy-két stoppal, ahogy mondtam, többet is el lehet érni. Stop it! Hozzuk ki a legtöbbet az S-Log 3-ból, mert attól még, hogy átváltunk rá, még egyáltalán nem vagyunk készen. Szóval az első dolog, amit mindig figyelembe kell vennünk, az, hogy az expozíció minden alkalommal tökéletes legyen, ami azt jelenti S-Log 3-nál, hogy 1,7 stoppal felül kell exponálni. Egyszerűnek hangzik, de azért van benne pár csavar. Először is a mérési mód, a metering mód, azt annak alapján kell beállítani, hogy mit veszel fel. Ha például egy embert veszel fel, akkor legyen spot metering. De hogyha az egész filmezési jelenetet szeretnéd venni abba, hogy milyen ez az expozíció, akkor vagy multimetering, vagy az átlagát vegyük az egész képnek, amit látunk. Érdemes játszani vele és kipróbálni, hogy melyik mód milyen hatást ér el, és hogy a te stílusodhoz mi illeszkedik a legjobban. Ha beállítottuk a mérési módot, akkor belemehetünk, és konkrétan az A7-es 3-mal például van egy ilyen kis dial, amivel 1,7-re tehetjük az expozíciót. Na, nézzük meg ezeket a titkos, eldugott beállításokat. Menjünk a kamera beállításokba, ezt angolul fogom mondani. Exposure, color, ami amúgy a harmadik ikon felülről, color, tone, és utána picture profile, és válasszuk ki a PP 8-at, hogyha eddig nem tettük volna, ugye ez az S-Log 3. Na itt nyomjuk meg jobbra a kis tekerőnket, és itt rengeteg opciót fogunk látni, itt történik a varázslat. Nem fogok minden részletbe belemenni, de hagyok egy linket a videó alatt, egy angol videó, amit minden is elmond neked, ott van a leírásban a like-gomb alatt, amit hogyha tetszik ez a videó és értékesnek találod, akkor benyomhatnád, nem csak miattam, ami egy nagy segítség neked, de a YouTube algoritmus istenei is imádják. Alapbeállításként S-Gamut 3-ban van a Color Mode, de ezt meg szeretnénk változtatni S-Gamut 3 színére, mert amikor színekkel dolgozunk, ez jobban imitálja azt a negatív old school tévés hangulatot, amivel a tévés produkciókban dolgoztak. Az utolsó dolog, amit szeretnénk megváltoztatni, az a detailben van, ez igazából az élesség sharpeningnek egy ilyen fancy neve. Most alapból az S-Log 3 az mínusz 3-ra van beállítva, de mi mínusz 3-ra szeretnénk ezt tenni, mert ettől egy
picit élesebb lesz a kép, viszont nem lesz zajos tőle, hiszen attól még posztban ugyanúgy tudunk állítgatni mindazon, hogy milyen éles legyen, úgyhogy ez egy jó középérték. Ez az utolsó nagyon fontos, mert nyilván az a célunk, hogy főleg rossz fényviszonyok mellett a legélesebb, de a legkevésbé zajjal ráró képet alkossuk meg, és hogyha ezzel még kell játszanunk posztba, akkor amúgy ezt egy maszkolással például meg tudjuk oldani. Amúgy ismerted ezeket a hackeket? Ugye kettőt mondtam el. Írd le kérlek a kommentbe, hogy te miket használsz, vagy hogyha ezeket már kipróbáltad, akkor milyen tapasztalatod van vele. Nagyon szívesen kezdenék el egy beszélgetést. Mielőtt elköszönünk egymástól, még két dologról mindenféleképpen kell beszélnünk. Nagyon sokan használják a Sony kamerákon a Dynamic Range Optimizer-t, vagy DRO. Ez konkrétan egy ilyen képfeldolgozási mód, és csak annyit tesz, hogy színesebbé teszi a képedet, de ezt ugyanúgy meg tudod csinálni a post-process folyamat során is, ugye amikor editálsz. Szóval például, hogyha felszeretnéd emelni a sötét részeket, a shadow-t, és ehhez DRO-t használsz, ezt ugyanúgy meg tudod csinálni, amikor editálsz, tehát akkor miért égetnéd bele abba, amit felveszel a kamerádba, hogyha ezt később is meg tudod csinálni? Why? Az egyetlen oka, hogy valaki mondjuk ezt használja, hogyha nem tudja, hogy kell jól exponálni az adott picture profilehoz, de ugye ezt már átbeszéltük a videóban. A második, hogy néhány Sony kamerának konkrétan dual native a szenzora, tehát két ISO tartománya van, ezt mondjuk a Sony nem ismeri be hivatalosan, de konkrétan Gerald Andan és Philip Bloom is hivatalosan elmondta, hogy ez van. Despite the fact that Sony won't officially say it, I am now going officially on record and saying it is a dual native sensor. Szóval S-Log 3-ban az alap ISO-nk az 640, de hogyha 4,33 stoppal fölé megyünk ennek az alap ISO-nak, akkor egy sokkal tisztább képet kapunk, ami azt jelenti, hogy egy második alap ISO-t kapunk 12800-nál. Így egy nagyon tiszta képünk lesz úgy 640 és 3200 és 12800 és olyan 16000-es ISO-k között. Amúgy ezt minden picture profile-nál is lehet használni, csak ezt a 4,33-as szorzót kell megcsinálnod, ha jó vagy matekból hajrá, de amúgy meg ott van rá a Google. Google it! Ez egy eléggé száraz technikai, geekes videó volt, de remélem, hogy segít abba, hogy még magabiztosabban használd a Sony kamerádat, és egy picivel többet tudjál belőle kisajtolni, jobb képminőséget csinálni, és aztán az editálást is egy sokkal átfogóbb módszerrel tudod csinálni. Persze rengeteg mindent lehet még editálás során a színekkel kezdeni, és épp ezért hoztam létre ezt a tutoriált, amit ide kirakok, ami a color szín kezelésről, a szín korrekcióról, color gradingról szól, és amúgy meg megmutatok konkrét olyan b-rollokat is, amiben ezt a folyamatot használtam ilyen beállításokkal, amit konkrétan ügyfeleknek csináltam, meg megmutatom, hogy mi a végeredmény, megmutatom azt is, hogy editáltam, hogy vettem fel, úgyhogy ha ez érdekel, akkor mindenféleképpen nézd meg ezeket a videókat, valamint ha még nem tetted volna meg, akkor iratkozzál fel, a csengőt is nyom be, lájkolj, kommentbe, beszélgessünk, és nagyon remélem, hogy találkozunk a következő videóban, mint például ezekben. Köszi, hogy itt voltál. Szia, sziasztok!